Sziasztok, Nagy Tibor vagyok. A 2018-as évet összegzem ebben a mai videóban. www.királyexpress.com. A 2018-as év egy tanuló év volt a csatornám életében. Először is nekem nagyon-nagyon sok mindent meg kellett tanulnom. Például azt, hogy hogyan kell videót vágni. És most már azért ez egyre gyorsabban megy. Most már nem ilyen 4-5 órán keresztül vágom a videókat, hanem mondjuk csak 2-3 órán keresztül, de aztán amikor egy kicsit jobban belebonyolódok, akkor alkalmanként azért van 4-5 órás vágás is. Ami nagyon-nagyon jó, és nagy köszönet nektek, hogy megvan az 1000 feliratkozó, ami most már közelít az 1100-hoz. Nyilván ez nem olyan nagy szám, mert például Dancsó Péternek már 1 millió feliratkozója van, de amikor neki meglett az 1 millió, nekem akkor lett meg az 1000. Úgyhogy ez valamit jelent. Legalábbis remélem. Ami a sikereket illeti, 2 videóm is 20 000-es nézettség fölött volt. Az egyik a Jó Lopu kis videó, amit most decemberben csináltam az igazi Mikulásról. Kattintsatok majd ide föl és nézzétek meg, de egyébként csinálok egy playlistet is a 2018-as év top 5 videójáról, illetve a Seat Arona-ról készült videómat több mint 25 000-en nézték meg. Nagy-nagy köszönetet szeretnék mondani partnereimnek. Egyrészt a csatorna főtámogatójának, a Király Express Pizza és Grillnek. Köszi! Köszönöm szépen a partnereimnek, akik lehetővé tették, hogy például nagyon jó autókat vezethessek. Ugye kipróbálhattam egy elektromos autót, Nissan Leaf-et a Nissan Hovány jóvoltából, vezettem Opel autókat az Opel Tormási jóvoltából, Seatokat és Skoda Karokot a Brill Kft. Jóvoltából, úgyhogy köszönöm az együttműködést nekik. És ez most nem szponzorált tartalom. Vezettem Teslát is, ez pedig a Kasos Villnek köszönhetem. Egyébként egy baromi jó élményvezetés volt a résztvevőknek, a Kasos Vill alkalmazottainak. Kattintsatok ide föl, és nézzétek meg, hogyha kíváncsiak vagytok rá, de a leírásba is bele fogom tenni a Teslás videónak a linkjét. Ha már az elektromos autóknál tartunk, ami nekem nagyon nagy öröm volt, hogy a közösségért is tudtam valamit tenni. Amikor teszteltem a Nissan Leaf-et, akkor tapasztaltam, hogy Kecskeméten nem könnyű elektromos autókkal tölteni. De nem azért, mert hogy nincsenek töltők, hanem benzines és dízelautók állnak be az elektromos autóknak fenntartott parkolóhelyekre. Akkor még nem volt felfestve például, amikor ezt a videót készítettem, és 2 hét múlva, amikor újra forgattam, akkor már fel volt festve, és a táblák is ki voltak téve, úgyhogy a YouTube-nak nagyon nagy ereje van. Úgyhogy ha egyébként van olyan téma, amiben tudok nektek segíteni, és szívesen elhívnátok oda, akkor beszélgessünk, írjatok nekem, és lehet, hogy nektek is tudok majd valamiben segíteni. Még ezt nem tudom miben, de ezt nektek kell tudni. Persze azért voltak negatív dolgok is. Például van egy feliratkozóm, aki ahogy kiteszem a videót, 10 másodperc múlva már nyom egy dislike-ot, amit nem értek, hogy miért, mert mondjuk egy 10 perces videót nem lehet megnézni 10 másodperc alatt, tehát ott még nem tudja eldönteni, hogy tetszik-e neki vagy nem. Én ennek a feliratkozómnak üzenem, hogy légy szíves kommentbe írd meg, hogy mi bajod van a videómmal, vagy mi bajod van velem, ha velem van bajod, akkor még iratkozz le, nem kell nézni a videómat. Ennyi. Ami még fura volt, és negatívumként értékelem, hogy az internetes szaksajtó azt írja, hogy készítsünk mobilbarát videókat, tehát ne fektetve 16:9-be készüljenek a videók, hanem 9:16-ba állítva, hogyha így fogod a telefonodat, akkor ne kelljen elfordítani, és ne kelljen úgy nézni. És kértelek benneteket, hogy kommenteljétek be az alá a videó alá, hogy nektek ez így szimpatikus-e vagy nem, és meglepő volt, egyetlen egy ember írta azt, hogy ez így jó, és neki tetszik, nagyon sokan pedig azt írták, hogy ez így nem jó. A YouTube az bizony nem állított formátum, hanem fektetett formátum, és valószínű ez azért van, mert sokan például okos tévén néznek. Vagy volt olyan, aki játékkonzolon nézett, tehát átkötve végül is tévén nézte, és neki ez nem volt egy jó formátum, úgyhogy marad a fektetett formátum. Aztán negatívumként értékeltem még ebben az évben, hogy volt egy olyan videóm, ahol Ricky Martin koncertre lehetett belépőket nyerni, és azt gondoltam, hogy na majd ez lesz a nagy áttörés, és Ricky Martin koncertjegyekkel milyen vagány nézettséget fogok majd elérni, de nem. Úgy néz ki, Ricky Martin már senkit nem érdekel. Gong FM műsorában minden hétfőn és kedden, illetve csütörtökön rádiózhattok velem, hétfőn és kedden délután 14 és 18 óra között, csütörtökön pedig 18 és 20 óra között, és persze szombaton a Dude Partyban. És azt gondoltam, hogy egy kicsit bemutatom a rádió életét, kivéve egyet. Utálom a reggeleket.
az Ellopták a kávét címűt, ahol reggeli műsorvezető voltam, reggel 6-ra mentem adásba, és nagyon ki voltam. Úgyhogy most kérdezem, szeretnétek-e még rádiós témában videókat? Hogyha igen, akkor kommentben várom a véleményeket, hogy rádiós videók is legyenek-e, vagy ne legyenek. Összességében egy nagyon jó évet zártunk, és még nincs is egy éves a csatorna, hivatalosan már 8 éves, de 7 évig nem foglalkoztam vele egyáltalán, hanem tavaly februárban kezdtem el tényleg videókat gyártani, és nagyon megszerettem, úgyhogy remélem, hogy velem tartotok, iratkozzatok föl, és a kis csengőre is kattintsatok rá, hogy kapjatok értesítést, hogyha feltöltöttem az új videókat. Amit tervezek 2018-ban, biztos, hogy lesznek autós videók, bulikról is szeretnék nektek videókat csinálni, amerre járok össze-vissza, ugye például a szilveszteri videómban megmutattam nektek a Goose Bar klubot, de hát én azért szoktam járni néha céges bulikra is, meg esetenként esküvőkre is, úgyhogy lehet, hogy már lesznek ilyen jellegű bemutatók is, meg amit elfelejtettem, vagy hát nem is felejtettem el igazából, hanem nem nagyon volt rá idő sem, meg voltak olyan éttermek, ahonnan elzavartak, hogy itt nem lehet videózni, ugye még az Itáliával közösen készítettünk egy Hol menüz Kecskeméten című videót, amit egyébként egész sokan megnéztetek, és az volt a visszajelzés, hogy tetszett is nektek. Tehát lehet, hogy ezt a menüzős videó sorozatot folytatom. Ez majd partnereket próbálok keresni, úgyhogy ha van esetleg olyan kecskeméti vagy kecskemét környékbeli étterem vagy menüzős hely, amit szívesen ajánlanátok, hogy menjek el és teszteljem le, akkor ezt is írjátok meg nekem. És hogyha végignéztétek a videót és még nem iratkoztatok föl, akkor kérlek benneteket, hogy iratkozzatok föl, és találkozunk a következő videóban. Valószínűleg ez a szerda csütörtök környéke, amikor ki tudom tenni majd jövő héten az új videót. Sziasztok!